Sziasztok! Ha ebben a videóban egy kis izgés-mozgást láttok erről az irányból, akkor az annak köszönhető, hogy Lajka itt van az ölemben, ugyanis nem nagyon mozoghat, már pedig ha elkezdek beszélni, akkor folyton megpróbál idejönni hozzám. De ez az adás egyébként is róla, illetve bizonyos testrészéről szól, meg arról, hogy mennyibe is kerül nekem valójában ez a kutya. Hát az a helyzet, hogy elég sokba, de hogy pontosan mennyibe, arról még nyáron csináltam egy videót, amiben az ingyen kutyák rejtett költségeit vettem végig. Ez a kiskutya az élete első évében, amit nálam tölt, 132.000 forintba kerül. Még abban a videóban elmondtam, hogy ezek a költségek a kutya első életévére vonatkoznak, feltéve, ha nem jön közbe semmilyen váratlan egészségügyi beavatkozás. Márpedig, ahogy ezt Instagramon láthattátok, pénteken Lajkánál volt egy ilyen nagyobb beavatkozás, de hogy pontosan miről is volt szó, arról hallgassuk meg a dokit. Nem csak nálatok nincsen hang, kicsúszott a mikrofonkábel felvétel közben, ezt persze csak itthon vettem észre, úgyhogy lényegében hang nélkül készült el a felvétel. Az a helyzet, hogy a térd egy nagyon trükkös izület, és az ilyen kis ólábú kutyáknál, mint Lajka, sajnos nem mindig működik megfelelően. Az egyenes combizom inszalagján található a térd kalács, ami normál esetben a combcsont egy porccal bélelt árkába illeszkedik, és ahogy a lábunkat hajlítjuk, ebben mozog felle. Igen, nem csak, hogy Lajkánál több probléma is volt ezzel. Egyrészt ez az árok túl sekély volt, úgyhogy folyton kiugrált belőle a patella, a tért kalács, úgyhogy műtétileg kellett mélyíteni rajta. Másrészt pedig a lábszárcsont gumója, ahol a tértszalag tapad, eleve rossz pozícióban volt, így a tért kalács mindig arra próbált csúszni, mint ahol természetesen lennie kellene. Ennek pedig az lett az eredménye, hogy Lajka lényegében egy állandósult tértficammal küzdött, és a legnagyobb odafigyelés ellenére is az utóbbi időben tulajdonképpen már csak három lábon tudott közlekedni, ami pedig egy nagyobb terhelést ad a valamivel jobb, de szintén nem túl jó állapotban levő másik hátsó lábára. Úgyhogy ezt a tapadási helyet is arrébb pakolták neki, szakszóval translokálták. Lajka tehát túl van a műtéten, de a nehezen lehet, hogy még csak ezután jön, ugyanis most egy hónapon keresztül viszonylag nyugalomban kellene maradni, ami nem egy olyan egyszerű dolog egy egyéves kiskutyánál. Na de ebben a videóban nem csak az anatómiáról van szó, hanem a költségekről is. Egy ilyen műtét ugyanis meglehetősen borsos áron kerül felszámításra, hogy pontosan miért, arról az állatorvos csinált korábban videót, ebbe most nem megyek bele. A lényeg az, hogy mélyen a zsebébe kell nyúlnia az embernek, és ezt mindenképpen érdemes figyelembe venni, mielőtt kutyát fogadunk örökbe, vagy veszünk. De most maradjunk az örökbefogadásnál. Vannak biztosítások a magyar piacon is, lehet matekozni, hogy megéri, nem éri meg, mikor érné meg. Kumiszra egyébként van biztosításom, Lajkára nem. Úgy számoltam, hogy ha rá is lenne biztosításom, akkor nagyjából egy olyan 30-35%-ot tudtam volna spórolni ezen a beavatkozásom. Jól ismert tény, hogy rengeteg kutya van gazda nélkül ebben az országban, tehát célszerű lenne az örökbefogadást előmozdítani. Viszont akkor felvetődhet a kérdés, hogy miért beszélek ennyit ezekről az elrettentő költségekről, hiszen ez lehet, hogy elveszi az embernek a kedvét attól, hogy egy ilyen rettentő cuki kutyája legyen. Nos, szerintem azt hiszem nagyon fontos, hogy ne csak azt hangsúlyozzuk, hogy egy kutya mennyi boldogságot okoz, mennyi örömet szerez, mennyire megváltoztatja az ember életét határozottan pozitív értelemben, mert ez így van. Viszont nagyon fontos az is, hogy beszéljünk azokról a dolgokról, amire felelős gazdaként fel kell készülni. Szóval egyáltalán nem azt mondom, hogy ne fogadjatok örökbe kutyát, sokkal inkább azt szeretném hangsúlyozni, hogy készüljetek fel az esetleges váratlan költségekre is. Hogy fel lehet-e készülni ezekre, az egy nagyon-nagyon jó kérdés, de adok most egy tippet. Ezzel lehet, hogy sokan nem fogtok egyetérteni, de azt javaslom, hogy ha még nem volt kutyátok és nincs tapasztalatotok, akkor ne sintértelepről vagy az utcáról fogadjátok be az elsőt, hanem mindenféle alapítványoktól. Ott vannak a nagyobb, például a Rex vagy a Noé, vagy egészen kicsi fajtamentő egyesületek is vannak, érdemes először náluk körülnézni. Hogy miért? Annak megvan az oka. Ezek az alapítványok nagyon-nagyon odafigyelnek a kutyákra, jó sokáig van náluk egy kutya, sajnos vagy szerencsére, és ez alatt sikerül kiismerni egyrészt a tulajdonságait, másrészt pedig azt, hogy hajlamosak-e valamilyen betegségre vagy sem. Én magam is voltam önkéntes ilyen szervezetnél, ideiglenes befogadó voltam, ami azt jelenti, hogy az ideiglenes befogadó befogadja a kutyát ideiglenesen. Jó, tudom, ez nem volt egy nagy magyarázat, de lényegében arról van szó, hogy néhány héten, hónapon keresztül nálunk van a kutya. Ez alatt
elhordjuk állatorvoshoz, ha szükséges, megfigyeljük, hogy milyen habitusa van, mi az, amit szeret a kutya, mi az, amit nem szeret. Tehát amikor egy végleges gazdi jelentkezne a kutyáért, akkor egy egész nagy tapasztalati kézikönyvet tudunk átadni. Na, persze nem írott formában, hanem el tudunk beszélgetni a gazdával, és össze tudjuk melengetni őt a hőn áhított ebével. Egy utcán talált kutya, mint például ez a jószág is itt, bármennyire is cuki, lényegében egy zsákba macska. Amikor Lajkát körülbelül egy éve befogadtam, akkor mindezek ellenére, vagy inkább ezekkel együtt döntöttem úgy, hogy igen, megtartom a kis szerencsétlent. Lajka, nem mozog. Ha az előzőekből az jött volna le, hogy betegségre hajlamos kutyát még véletlenül sem szabad örökbe fogadni, akkor valamit nagyon rosszul fogalmaztam, mert hogy nem ez a lényeg, hanem az, hogy felelős állattartóként fel kell készülni arra, hogy bizony lehetnek olyan helyzetek, aminél jobban oda kell figyelni a kutyára, és néha jobban a zsebünkbe kell nyúlni. Szóval a lényeg, hogy a kutya örökbefogadására mindenképpen készüljetek fel, főleg, hogyha az első kutyátokról van szó, akkor mindenképpen olyan helyről választhatok, ahol rengeteg információt tudnak nektek adni az adott kutyával kapcsolatban. Ha valahol azt sem tudják, hogy mi volt az előmenetele a kutyának, milyen egészségügyi problémái lehetnek, mire kell vele kapcsolatban odafigyelni, akár viselkedés, akár az emberekkel vagy más állatokkal való kapcsolat terén, akkor keressetek egy másik egyesületet, másik kutyát. Sajnos, vagy szerencsére ebben az esetben nagyon-nagyon sokan vannak gazda nélkül. Úgyhogy azt javaslom, hogy fogadjatok örökbe kutyát, de készüljetek fel rá. Sziasztok!